A történelem hónapjának keretében Wittelsbach Erzsébetet, az osztrák császárnét, a magyar királynét választották témaként a Rákóczi Zsigmond református általános iskolában. Március 21-én Sziszi hajszépségversenyt rendeztek, a következő héten pedig a királyné kedvenc ételeit kóstolhatták meg a tanulók. Nőjön mindenkihez közelet, és nézze meg, hogy milyen módon oldották meg a hajszépségversenyt. Sziszi hajszépségversenyt rendeztek március 21-én a Rákóczi Zsigmond református általános iskolában. A résztvevő gyerekek különböző frizurákat készítettek. Volt olyan diák, aki erre az alkalomra külön ruhát is vart. Ehhez az öltözékhez kantyot készítettek neki. A hajam elkészítésével a testvérem Anna segített. Hát ugye itt egy konty látható, amit fonatból csináltam. Itt kettő fonatot befontam mind a két oldalán, és rögzítettem a konyhoz. Itt még tincseket hagytam, amiket begandarítettem, és gyöngyökkel díszítettük. A Sziszi királyné által kedvelt frizura volt még a hajfonat, ezt is sokan készítették el többféle variációban. A hajamat egy osztálytársam csinálta, ez egy egyszerű fordított parketta, és Sziszi is gyakran hordott ilyet. A hajamat Lili készítette el, amit Sziszi inspirált, és a hétköznapokban is gyakran hordok ilyet. Anyukám segített a hajam elkészítésében, amit két parketta fonásból font össze, és a végén volt egybe befonva, és egy ilyen 15 perc alatt készítette el. Egy kicsit a tojásfehérjét. Az ibolya virág megmosott állapotban van, és lecsöpögtettük az ibolya virágot. Fogjuk az ibolya virágot, őt bekenjük egy ilyen kis szösszenetnyileg tojásfehérjével, így, és utána pedig cukorba megmártjuk, ez nátcukor, tehát nagyon egészséges cukrot hoztam nektek, így, így, és akkor utána természetesen ki lehet tenni a kis tára, ő egy kicsit megszikkad, megszárad, és akkor nagyon kellemesen fogyasztható, mondjuk holnap lenne a legjobb a fogyasztása, csak nem tudtuk még ma reggel, hogy nyílnak az ibolyák. Császármorzsa, isler, narancs, ibolyás muffin. Többek között ezeket a Sziszi által kedvelt ételeket kóstolhatták meg a diákok március 27-én, a történelem hónapjának záró napján. A szépen megterített asztalon az igazi különlegességnek számító ibolya fagylaltot is megízlelték a tanulók. A projektet szervező Aranyosi Edit tanárnő felidézte, a projektben résztvevő 50 diákkal áprilisban a Gödöllői királyi kastélyba kirándulnak majd.